Női táska is letört tükör az út közepén, a zebrától csaknem 100 méterrel arrébb pedig egy berepett szélvédőjű összetört elejű autó. Így nézett ki a gázolás helyszíne Martfűn. A 23 éves nőnek esélye sem volt elkerülni a balesetet, hiába engedték át a zebrán, a másik sávban jött egy másik autó. Én láttam, hogy már lelépett a zebrára, átért a zebrának a felénél, amikor mögöttem lévő kocsi megelőzött, a visszapillantó tükörből vettem észre, hogy nagy gázt ad és rámerőz. A következő pillanatban azt láttam, hogy a hölgyet elütötte. A 23 éves nő édesapja percekkel később ért a helyszínre, kérte, ne mutassuk az arcát. Leszállt a buszról, ment volna át a zebrán, a kollega megállt a zebra előtt, a másik meg előzte ezzel a zebrán, és akkor úgy ütötte el. Mutatjuk, hogy történhetett. A piros Suzuki megadja az elsőbséget, mögül azonban kivág az ezüst Lexus és elüti a nőt. A fiatal nő végtagsérüléseket, mellkassérülést szenvedett, eszméleténél volt, de súlyos állapotúnak minősült, úgyhogy megkapta a szükséges ellátást, rögzítések, fájdalomcsillapítás, vénabiztosítás, folyadékpótlás, és ezután szállították traumatológiai osztályra. Évente több száz baleset történik a zebrákon, 2011-ben 23-an, egy évvel később 16-an haltak meg így, és több százan szenvedtek súlyos sérüléseket. Ez az autós is záróvonalnál zebrán előz, ezt az orosz videót pedig csak a baleset előtti pillanatig mutatjuk, olyan borzalmas a gázolás. Sárga keretben, hogy jobban észrevehető legyen, bal oldalon megismételve, pluszban még hosszan 30 méteres hosszba felfestett záróvonal. Pető Attila közlekedési szakértő mutatja, hogyan védi a Kressz a zebrákat. Minden esetben fokozott óvatosság, mérsékelt sebesség egy kötelezettség, plusz még az a szabály, hogy ha a gyalogátkelő helyett lassít egy autó, megáll egy autó, akkor sem előzni, sem kikerülni nem szabad azt a járművet. Úgy tudjuk, a 21 éves gázoló el akart menekülni a helyszínről, de a nagy sebesség miatt lesodródott az útról, megpördült és a forgalommal szemben végül megállt. Egyelőre szabadlábon van, és még nem hallgatták ki.